tanuló vezetőknél van kettő darab érdekesség, amit megmutatok, hogy mi az, mert nagyon nehezen értik meg. Például az egyik, még nincs beállítva az ülés. Mindjárt első dolga, hogy beköti a övet, és utána, amikor rájön, hogy túl hátul van, úgy rángatja a biztonságövet, hogy csattog az egész, meg nem megy előre, meg fújtat, hanem ki van merülve, nem megy előre, nem veszi észre, hogy már magát rákötötte az ülésre, mert szobája szerintem rántja. Azt közben ennek az automatikája megfogja. Ez az egyik hiba, amit a tanulók elkövetnek mindig, mielőtt beállítanák az ülés előre, hátra, háttámra, felle, stb. Jön a másik hiba, mikor már én szólom neki, hogy ne kösd bele, légy szíves a biztonságért addig, amíg be nem állítjuk az ülés távolságot itt a kezelő szervekhez. Ekkor a tanuló benyomja a kuplungot, hopp, messze van. Mondom, állíts be. Képzeltek, komolyan, még a tizedik arra után is mit csinál a tanuló? Így. Jó, jó. Itt meg van vagy 30 centi a háta meg a derekad. Mondom, nem így kell beállítani, hanem a fenekünk ebbe a sarokba bele kell nyomódni. A fenekünk bele nyomódni, addig húzzuk előre, amíg. Ha itt nyomjuk a kuplungot, itt, körülbelül ezzel a részsel benyomjuk, és a lábunk nem lehet nyújtva, mert ha mégis valami baleset van, akkor ne szakadjon ki innen a lábunk, szóval teljesen benyomott kuplungnál is legyen egy kis, ilyen kis hajlat a lábunkban. Illetve ez a két csukló, itt fent van a tetején a kormánynak, és a kormányt a 9 óránál és a 3 óránál kell fogni. 9 óra 15 perc, vagy valahogy így próbálom elmondani, így kell, hogy jó legyen. És amikor előre kell húzni, az nem a seggünket lökjük előre, hát úgy nem lehet vezetni, és akkor az ilyenekből alakul ki a kapusznis gyerek, akinek itt néz ki a hátsó ablak, ami annyira elfekszik. Szóval, de nagyon érdekes, hogy tényleg minden tanuló olyan lusta megkérdezni, hogy mivel lehet előre húzni, hogy állítani. Hát mondom, egyből ezt csinálja, mondom, húzd előre közül is, mert látom, hogy messze van. Így. Jó lesz, most már betolom, de hogy is, hát nem is lehet vezetni. Mint egy versenyautóban, ha ülünk, így együtt kell mozogjunk a kocsival. Benne kell ülni, éreznünk kell minden mozgását, úgy tudjuk az autót irányítani, nem pedig egy lagymatagon, mint egy literes tej, ami félig, azt mondom, vagy, hát így nem lehet. Igenis, bele kell, hogy szorítsuk magunkat az ülésbe, és akkor úgy kormányozunk, úgy figyelünk, és úgy tudunk együtt mozdulni a kocsival, ha bele vagyunk teljesen úgymond ragadva az ülésbe. Akkor az igaz. Na, köszönöm.